A képen látható bevándorlókat fogták el a rendőrök Nagydorog utcáin. A hat magát szír állampolgának valló migráns valószínűleg embercsempészek segítségével kerülhetett Magyarországra. Badics Zoltán, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense elmondta, az elfogott illegális betelepülők feltehetően egy családhoz tartoznak, célállomásuk pedig valamely nyugat-európai ország. Állampolgári bejelentés érkezett, hogy Nagydorog belterületén valószínűleg hat illegális migráns tartózkodik. A nagydorogi kollégák perceken belül a megadott helyre mentek, ahol meg is találták a hat szemét. Megállapították, hogy a hat személy valóban illegális migráns. Hozzátette, semmilyen irattal nem tudták igazolni jogszerű magyarországi tartózkodásukat, illetve személyazonosságukat. Az illegális migránsok közül kettő fő felnőtt férfi volt, egy pedig felnőtt nő és három fiúgyermek. Ők mind a hatan szír állampolgárnak vallották magukat. A hat személy ügye a paksi rendőrkapitánysághoz került, akiket elszámoltatásuk után visszaszállítanak az ideiglenes biztonsági határzárhoz.